No, hát akkor az, a kérdés megfogalmazódott, a hírekben is lehet hallani, hogy akár 500 forint lehet, vagy a fölött lehet egy liter gázolaj Magyarországon, de hogy mi áll az áremelkedés hátterében? A hallgató kérdezi, hogy miért mondjuk, hogy a MOL, mert a MOL nagykereskedőként ellátja az összes, vagy a benzinkutak, magyar benzinkutak jó részét, tehát ha MOL emel, akkor valószínűleg a benzinkutaknak is muszáj lesz. Na, de mitől emelkedik az olajár ennyire? Pletcher Tamás, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője, majd megfejti a talányt. Szevasz! Jó reggelt, sziasztok! No, hát miért van 80 dollár felett az olaj, és lesz-e 85, vagy 90, vagy 95? Na, azt gondolom, hogy jó eséllyel lesz, ugyanis a mostani áremelkedés oka az alapvetően egy keresleti ok. Arról van ugyanis szó, hogy most már harmadik éve az átlag fölött nő a világgazdaság, és az átlag fölötti növekedés ez magával húzza a kőolaj keresletét is. Gyakorlatilag az idei évre is a 10 éves átlag fölötti keresletnövekedésre számítanak a szakértők. Uh-huh. Ez a legfőbb ok. Emellettem, bocsánat, itt hadd kapaszkodjak bele ebbe a mondatba. Amikor nagyon nyomott volt az olajár, akkor is volt világgazdasági növekedés, nem is kicsi. Akkor meg azt nem értettük, hogy miért nem nő az olajár, ha van gazdasági növekedés. Vagy ez a gazdasági növekedés már más? Alapvetően ez egy ciklikus iparág. Ugye 2010 és 14 között nagyon magas olajár volt, emiatt 15 és 17 között nagyon nagy kínálat volt a piacon. Most viszont ez a kínálat eltűnt, ugye 15 és 17 között pedig alacsony ár volt. Ez az egyik ok, a másik az az, hogy a mostani növekedés azért az gyorsabb, mint amit az a korábbi években láttunk. Tehát 17 évelejétől kezdve a világgazdaság sebességet váltott. Gyakorlatilag most jóval nagyobb növekedés van, mint mondjuk az előző időszakban. Amikor alacsony volt az ár néhány év, akkor még azt hallgattuk, hogy túlságosan gyorsan már ne, azért nem fog tudni megnőni, mert hogy gyorsabban reagálnak a kapacitásokkal. Tehát 50-nél, 60-nál, 70 és jó kiszámolható, hogy akkor már új mezőket lehetne beállítani, akkor már más technológiával kitermelhető a olajnak a termelése is rentábilissá válik, be lehet kapcsolni a kínálati oldalon is új kapacitásokat viszonylag gyorsan, akkor ez nem így van? Tehát most erre nem volt a reakció, hogy akkor a kitermelés nem kezdett el nőni nagyon gyorsan? Hát egyelőre a kitermelés és a beruházások nem reagáltak. Hozzá kell tennem azt, hogy az olajiparnak a 95%-a az úgynevezett hagyományos iparág, ahol általában 3-5 éves ciklusok vannak. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha egy cég elhatározza, hogy ő kőolajat szeretne kutatni és termelni, átlagosan 3 és 5 év közötti idő van, amíg a döntést meghozzák, addig, ameddig ugye olajat hoznak föl. Amit mondtál egyébként, az az amerikai palóolaj termelése igaz, de ez mindössze 5%-a a piacnak. És egyébként az amerikai palóolaj termelésnél látjuk is azt, hogy fut fel a termelés, nő a kihozatal, viszont ez kevés ahhoz, hogy a világ olajészségét kielégítse. Itt most a legnagyobb kitermelők, akkor ki kell múlik, hogy esetleg valami kitermelés bővítésről szóló döntéssel esetleg legalább időlegesen gátat tudnak evetni az emelkedésnek? Szabad kapacitás elsősorban még most is az OPEC tagállamok között van, főleg Szaúd-Arábia kezében, tehát mondjuk Szaúd-Arábiánál van egy kb. 2 millió hordós napi kitermelési kapacitás, amit piacra tudnának dobni. A szaúdiak azonban egyelőre úgy gondolják, hogy ezt ők nem teszik meg. Uh-huh, jobban magas ár nekik is. Így van, jobb egy magas ár nekik, ők át akarják alakítani a saját gazdaságukat, egyébként kevésbé olajfüggővé, ehhez viszont jövedelemre van szükségük, illetve a legnagyobb olajipari cégüket, az Aramkót is piacra akarják vinni. Valószínűleg egy magasabb olajár környezetben ez sokkal kedvezőbb. Uh-huh. Hát ebben, amit eddig elmondtál, tényleg arra juthatunk, hogy nem látszik olyan ok, ami hirtelen trendfordulót okozna ezek szerint, hogy milyen és mi van, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, azt még nem is vettük szó, mert ugye megint az iráni feszültség a képben van, Izraelben sem éppen békés a hangulat, Szíriában a válság nem oldódott meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye a keresleti oldal mellett nyilván a kínálati oldal problémáira is figyel a piac. Itt főleg ugye Venezuela, illetve a mostani iráni szankciók kerültek a képbe. Nyilván, ha még ehhez hozzájönne mondjuk egy komolyabb közel-keleti konfliktus Szaúd-Arábia és Irán között, én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot még inkább felgyorsítaná.
tehát akkor viszonylag gyorsan 3-4 óra olajárat látnánk. Meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Az minden esetben látszik, hogy a keresleti oldal továbbra is masszív, és egyébként nem látszik azok a jelek, hogy a magasabb olajárak hatására lassulna a fogyasztás növekedése. Ez a legfontosabb, azt gondolom, amit figyelni érdemes. Tehát akkor nagyjából készülhetünk a 400 forintos benzinára is. Hát nyilván a benzin autópályákon már most is megvan, de mondjuk egy átlagos kúton is akkor valószínűsíthetjük a további áremelkedés ezek szerint, ugye? Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg egy-két héten belül meg fog valósulni, és én azt gondolom, hogy utána is valószínűleg egy emelkedő pályán marad a kőolaj, illetve a kőolaj termékek ára. Oké, köszönjük szépen, nagyon hasznos volt, informatív. A következő ellenállási színnél megint hívunk. Plecser Tamással beszélgettünk az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Most jönnek a rövid hírek, meg egy kis promóciós összeállítás, aztán megnézzük, mennyit ér a mobil szolgáltatóknak egy újonnan megszerezhető frekvencia.